A veszettség elleni védőoltás beadatására az EPP tulajdonosoknak egész évben van lehetőségük az állatorvosi rendelőkben. Azonban évről évre egy-egy alkalommal lehetőséget biztosítanak az orvosok a tömeges összevezetett oltásra. Idén erre a korábbiaktól eltérően most júniusban kerül majd sor. Az EBEK oltását azt a jogszabály írja elő, évente kötelező. Úgy van a szabály, hogy 3 hónaposnál idősebb kutyákat kell először oltani, utána 6 hónapon belül még egyszer, és a második oltástól kezdve 1 évig érvényes az oltás. Ez a mostani időszak, ez csak egy ilyen kampányidőszak, általában májusban szokott lenni a kutyaoltás Bács-Kiskun megyébe, most a járványhelyzet miatt ez nem volt, és ez a mostani helyzet világított rá arra, hogyha nincsen meghirdetve, akkor töredeke sincsen beoltva a kutyáknak, mint ami általában szokott lenni, ezért most júniusban meghirdettünk egy ilyen összevezetettebb oltási lehetőséget. Az oltás időpontjára a tulajdonosoknak, illetve a kutyatartóknak csak a kisállat egészségügyi könyvét kell magukkal vinniük. Az eboltásra, az összevezetett eboltásra csak egészséges kutyát lehet kihozni, olyat, aminek csípje van. Csíp nélküli kutyát nem lehet összevezetett oltáson oltani. Ezek a tulajdonképpeni feltételek. Az összevezetett oltás a jövő hét elején kezdődik, minden nap más helyszínen, elsőként a Móra Ferenc utcában. 8-án indul az oltás, és 19-e az utolsó nap. Gyakorlatilag ez alatt a 10 munkanap alatt minden nap van valahol Kalocsa területén oltás este 6 óra időpontban. Az oltás díja 4500 forint, a kötelező féregtelenítés költsége tablettánként 100 forint, a sorszámozott oltási könyvek ára pedig 800 forint. Az EBEK feszettség elleni oltásáról pontos információkat a postaládákba juttatott szórólapokról kaphatnak az érintettek.